Persze megváltozott az életünk, hiszen a családunk bővült egy taggal. De nem csak Dávid élete változott meg, hanem a miénk is. Hiszen azóta a család minden egyes tagja a kézilabda rajongó, és persze ki mások szurkolnánk, hát csak is a Fradinak.
amíg a szívem dobanni fog. Hozzád mindig hű leszek. Hozzád mindig hű leszek. Éljen, aki szeret, s éljen nappal veled lehet, aki bármit kérhet. Éljen, aki szeret, bármi jön, csak neved, hisz érzi már az övé, amit régen várt, annyi hű. Thank you.
Nézem, a rablók mennyire vannak megelégedve. Azt mondják, nem annyira. Hát még lett volna egy cipő, meg egy-két dolog hátra. De van még itt egy másik feladat is, amit énekelni kellene. Mi tetszett benned a legjobban? Most már így elárulhatom pár órával azután, hogy mást választottál, a gól örömöd. Isten éltesse, köszönöm szépen.